következő kérdés, mit javasol a doktor úr? Otthon készítsem el a kutyám kajáját, vagy vegyek neki készet? Vagy variáljam a kettőt? Melyiktől lesz egészségesebb? Mind a kettőtől egészséges lehet a kutya. Egy otthon professzionális körülmények között, jó minőségben, okosan átgondolt, jó receptúra alapján összeállított étrend, az épp olyan jó lehet, mint egy professzionális táp. Tehát én ezt kvázi egyenlőségelet tennék a kettő közé. A kérdés itt az, hogy hogyan és milyen receptúra, milyen elgondolások alapján készítjük el a kutyának a tápot, amit mi magunk készítünk. Erre számtalan jó könyv jelent már meg, amely segítségül szolgál azokban a helyzetekben, amikor mi próbáljuk összeállítani a kutyának az optimális étrendjét. Ha ezeket a receptúrákat jó helyről, elfogadott helyről vesszük át, akkor ebben nem lehet semmi hiba. Ha viszont magunk feje után mi úgy gondoljuk, hogy ez kell vagy az kell, abba csúszhat némi hiba. Hiszen a kutyának is, ugyanúgy, mint az embernek, nagyon sok mindenre szüksége van. A állandó, visszatérő, hasonló vagy ugyanolyan étrend, ugyanolyan kosztnak a folyamatos nyújtása, mondjuk egy szélsőséget példát, mondjuk csirkefarhátnak a folyamatos etetése, mert az nagyon jó, ez éveken át különböző hiánybetegségeknek a forrása lehet. Hiszen a csirkefarhátban nagyon sok minden van, de bizonyos dolgok nincsenek benne. És akkor viszont ezt tudnunk kell, hogy a csirkefarhátban mi az, ami benne van, és mi az, amit nekünk extra mód, akár tablettával, vagy bármi más kiegészítővel ki kell egészítenünk ahhoz, hogy ez egy teljes értékű koszt tudjon lenni, egy teljes értékű táplálást tudjunk nyújtani a kutya számára. Én nem tartom jónak azt, amikor valaki különösebb átgondoltság nélkül rááll egyfajta etetésre, és mondjuk csak húst ad a kutyának, mert ő azt hallotta, hogy a hús az bizony fontos a kutyának. Ebben részben igaza van, mert valóban lehet húst adni a kutyának természetesen, de az, hogy a húsban minden benne volna, amire a kutyának szüksége lesz, ez egyértelműen cáfolható. A egyoldalú és kvázi a monodiétás étrend, ami egyfajta húsfélességet például feltételez, az kifejezetten ártalmas lehet egy bizonyos idő után. Tehát a változatosság az mindenképpen már jobb, mint az állandóság az etetésben, de a tudományos alapú és valóban átgondolt étrend összeállítása az nem megkerülhető egy idő után. Utána kell olvasni, be kell szerezni a megfelelő szakirodalmat, és abból kell a tápot összeállítani, ha magunk akarjuk. Ha megvesszük a boltba a közepes, jó minőségű, extra minőségű kosztot, akkor nem nagyon kell följön a fejünk, hogy mit adjunk még hozzá, hiszen az a állat életkorának és használhatóságának vagy használatának, tehát itt arra gondolok, hogy munkakutya vagy csak házi kedvenc, annak megfelelően választva egy optimális összetételű táp lesz, és ott nincs mit gondolkodni ezen. Az egy egyszerű ügy.